A legutóbbi felújítás már több mint egy évtizede zajlott a templom külső homlokzati és torony részén. A mostani munkálatok, amelyek a faszerkezetet és a héjazatot is érintik, nélkülözhetetlenek voltak már, hiszen a 100 év alatt az idő vasfoga bőven megkezdte a templom tetejét, mondta Világos Miklós, moholi plébános. Későbbiekben nyilván van több terv, mert egy ekkora épületen mindig van mit javítani. Tehát a beázások miatt belülről több helyen tönkrement a belső festés, a boltozatok festése, azt ki kell majd javítani. Nem tökéletes a hangosítás a templomban, azt ki kell majd cserélni. A világítást lehetne modernizálni, tehát sok terv van itt, amit meg kéne valósítani, de a legelső és legfontosabb az, hogy ezt a tetőt rendbe tegyük. Adakösségben a moholi Szent György templom mellett már javában zajlik a felújítás az adai Szent Háromság katolikus templomban is, de megújul a szintén a községben lévő pravoszláv templom, valamint a török falui Szent Gellér templom is. Adakösség önkormányzatának a célja, hogy 2024-es év végéig a községben található templomépületeket teljesen felújítsuk, és ezzel összhangban az idei évben egy nagyobb pénzeszközt láttunk elő, mégpedig a község 40 millió dinár értékben írt ki pályázatot a községben található egyházak számára. A moholi katolikus templom tetőzetének teljes cseréje mintegy 21 millió dinárba kerül. Túlnyomó részét a Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárásának köszönhetően anyaországi támogatásból sikerült biztosítani, mondta Rigó Flórián, a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének elnöke. A Vajdasági Magyar Szövetség számára nagyon fontos, hogy mi vajdasági magyarok itt maradjunk szülőföldünkön és itt boldoguljunk, de azzal, hogy itt maradunk, küldetésünk is van, méghozzá, hogy megőrizzük kultúránkat, vallásunkat, a templom tetőfelújítás ennek egy alappillére. Rigó Flórián hozzátette, a mi közösségeink fogyó közösségek, ezért is fontos éreznünk, hogy tesznek értünk, nem vagyunk magunkra hagyva.